Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bíró Tamara vagyok. Március 21-e van, a Benedekek ünneplik névnapjukat, a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napját és a költészet világnapját is ma tartjuk. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Összehangolják a Nemzeti Tanácsi és a Kulturális Törvényt, ezt a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel való találkozóját követően jelentette be dr. Pásztor Bálint. 6 milliárd dinárból fejleszthetnek az önkormányzatok Vajdaságban. Zomborban emlékezik meg a NATO bombázások kezdetének 24. évfordulójáról Alekszandár Vucic köztársasági elnök. Hamarosan ismét teljes fényében tündököl Szabadka, visszakapcsolják a díszkivilágítást. Megoldódott a Nemzeti Tanácsi Törvény és a Kulturális Törvény összehangolása, így azon intézmények igazgatóbizottságába, amelyeket több nemzeti tanács nyilvánított kiemelt jelentőségűvé, az összes adott kisebbségi önkormányzat kinevezhet egy-egy tagot, jelentette ki a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel való találkozóját követően dr. Pásztor Bálint. A Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke hozzátette, ezzel sikerült megoldani az évek óta fennálló problémát. A kultúráról szóló törvény ugyanis ezt korábban nem tette lehetővé. A köztársasági minisztérium módosította a korábbi jogértelmezését. A köztársasági művelődési minisztérium változtatott a korábbi álláspontján azt követően, hogy február 14-én Maja Gojkovics művelődési miniszterrel tárgyaltak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei. Az új jogértelmezés szerint 14 év után teljes egészében sikerült összhangba hozni a kultúráról szóló jogszabályt a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel. Átmeneti jelleggel már megoldódott a probléma, ugyanis március 14-én a Művelődési Minisztérium kiadott egy jogértelmezést, amelynek értelmében már most is a törvénymódosítás befejeztét megelőzően úgy kell értelmezni a kultúráról szóló törvényt, hogy azon intézmények esetében, amelyeket több nemzeti tanács nyilvánított kiemelt jelentőségűvé, az összes nemzeti tanács kinevezhet egy-egy tagot ezeknek az intézményeknek az igazgatóbizottságába. Ez azt jelenti, hogy sikerült kimozdítani ezt a hatalmas problémát a holtpontról. Az új Magyar Nemzeti Tanács megalakulása óta már 4 rendesülésen van túl. Azóta új stratégiák kidolgozása van folyamatban. Az MNT az önkormányzatokkal is jó kapcsolatokra törekszik. Első alkalommal a Szabadkai Várost vezetéshez látogatott. Fontos az, hogy az elkövetkezendő időszakban úgy tűnik, hogy itt az óvodai hálózat kapcsán is történnek előrelépések, és mi a Magyar Nemzeti Tanács ülésén tudjuk majd támogatni ezt az új hálózatot, amely ott van nálunk, amely előttünk áll. Illetve nagyon fontos az, hogy minden kiemelt jelentőségű intézmény mellett az elkövetkezendő ülésen a kortárs galériát tervezzük kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánítani. Azt hiszem, hogy ennek sem lesz semmilyen akadálya. Ez egy fontos intézmény számunkra. Az új Magyar Nemzeti Tanács további önkormányzatokba is ellátogat. A tervek között szerepel, hogy egyeztessenek az óbecsai és kishegyesi vezetéssel is. Közmű és egészségügyi fejlesztésekre lehet számítani több vajdasági községben. 36 önkormányzat pályázott sikeresen a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pályázatán mintegy 6 milliárd dinár értékben. Vada község önkormányzata is sikeresen pályázott a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságnál. A 250 millió dináros támogatásból az ivóvíz minőségét tervezik javítani. Valójában két részből tevődik össze. Ugye egyrészt fontos, hogy egy vízgyár kiépüljön, amely kémiailag, biológiailag megfelelő vizet tud elindítani, úgymond a háztartások felé, de ugyanakkor fontos, hogy a régi elhasználódott vízhálózatot is cseréljük, tehát ezért is tettük ezt meg Mahol településen, illetve folyamatosan fogunk ezen dolgozni, hogy ne csak úgymond a vízgyár épüljön meg, hanem a vízvezeték hálózatot is le tudjuk cserélni minél gyorsabban. Zenta 150 millió dináros támogatásban részesült. Az összeget a tavaly megkezdett útburkolati projektre fordítják. Idén 11 utca aszfaltozása van tervben.
Tavaly 9 utcát sikerült aszfaltozni, tavaly 100 millió dinárba, és hát reméljük, hogy a jövőben is tudjuk folytatni ezt a 3 éves ciklusra tervezett útaszfaltozási programot, és akkor az összes 32 utca, ami tárdokumentációt elkészítettünk, el fog készülni. Topolyán pedig a fedett medence kivitelezési munkálatainak a befejezésére fordítják a megnyert 170 millió dináros támogatást. A közös finanszírozásának a projektnek a tavaly évben kezdődött meg, akkor egy 80 millió dinár értékű szerződést írtunk alá a tartományi nagyberuházás igazgatósággal. Ennek a szerződésnek a témája az épületnek a külső tér rendezése volt, valamint egy parkoló kiépítése és a Nuzsity utcának a szélesítése. Ennek a szerződésnek köszönve pedig ezek a munkálatok tudnak folytatódni, és én bízom abban, hogy jövőre is ez az együttműködés a tartománnyal folytatódni fog, a társfinanszírozás folytatódni fog, és így közös erővel be tudjuk fejezni, sikeresen tudjuk befejezni ezt a projektumot. A támogatás fő célja, hogy a folyamatban lévő és új beruházások által fejlődjön az önkormányzatok gazdasági helyzete. Ove godine radit ćemo na teritoriji lokalnih samouprava i druge investicije, dakle ne samo ove o kojima će danas biti reč, a koje su iskazane na direktnoj poziciji pokrajinskog budžeta, poput prečistača u Vrniku na teritoriji Iriške opštine ili potpuno nove škole u Novom Sadu, tako da će o tome biti reči onoga trenutka kada zajedno sa tim lokalnim samoupravama završimo proceduru i kada započnemo radove, neke očekujemo već u narednim mesecima. Az említett községek mellett többek között Szabadka, Temerin, Nagykikinda és Csóka községben is várhatóak nagy beruházások a tartományi nagyberuházási igazgatóság támogatásával. Olaszország, Szerbia őszinte barátja és soha nem volt azon országok között, amelyek nyomást gyakoroltak hazánkra, inkább ellenkezőleg egyre inkább megnyitotta kapuit az együttműködés előtt. Ezt Alekszandar Vučić mondta a Szerbia és Olaszország közötti üzleti és tudományos együttműködési fórumon az olasz minisztertanács alelnöke és Olaszország külügyminisztere Antonio Tajani jelenlétében. A szerb államfő hozzátette, hogy az olasz vállalkozókat szívesen látják. Vučić rámutatott Szerbiában a legnagyobb kereskedelmi bankok, az olasz pénzintézmények. Köszönetét fejezte ki, hogy Olaszország a nyugat-balkáni stabilitáson gondolkodik, és arra törekszik, hogy a Nyugat-Balkán, valamint Észak-Afrika az olasz külpolitika prioritása legyen. Kijelentette, szeretné, ha Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hamarosan Szerbiába látogatna. A találkozót és a fórumot követően a szerb és az olasz fél több kétoldalú megállapodást és szándéknyilatkozatot írt alá. A kultúra, a kereskedelem, a mezőgazdaság, az építőipar, a közlekedés és más együttműködés terén. U geografskom, ali ne samo geografskom smislu, Italija nam je najbliža velika ekonomija. I u posljednjih 10 godina udvostručili smo spoljnotrgovinsku razmenu sa Republikom Italijom. Danas i ona na nivou od oko 4,6 milijardi evra, računajte da sljedeće godine kada krene Stellantisova produkcija u Kragujevcu modernih gradskih automobila električnih, da će onda ta razmjena biti neuporedivo veća. Za nas je Italija iskreni prijatelj. Na Italiju smo uvijek mogli da računamo i na našem evropskom putu i u saradnji po svim važnim i ne uvek lakim pitanjima. Zomborban emlékezik meg a NATO bombázások kezdetének 24. évfordulójáról Alekszandar Vučić köztársasági elnök március 24-én pénteken, tudta meg a Pannon RTV. Médiaházunk kérésére a helyi önkormányzat illetékese is megerősítette az erről szóló információkat. Az egész napos program a város központi terén lesz megrendezve, amelyen az államvezetés minden tagja, valamint a pátriárka és a szerb pravoszláv egyház képviselői, illetve más meghívott személyek is részt vesznek. A központi rendezvény 18 órától 20 óráig tart, amelyen a szerb államfő is jelen lesz. Nemzetközi és kétoldalú kérdésekről tárgyalt Vladimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök kedden Moszkvában. A kínai elnök 3 napos látogatáson tartózkodik az orosz fővárosban, ahol gazdasági kérdésekről is tárgyalt orosz hivatali kollégájával.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn fogadta hivatalában Xi Jinping kínai elnököt. A nem hivatalos tárgyalásokon elhangzott, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra, és tisztelettel viszonyul Kína ukrajnai rendezési tervéhez. Xi Jinping pedig kínai látogatásra invitálta orosz hivatali kollégáját, aki kedden el is fogadta a meghívást. A keddi tárgyalások után Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország kész segíteni a kínai vállalkozásoknak azon nyugati cégek helyettesítésében, amelyek az ukrajnai háború miatt elhagyták Oroszországot. Hozzátette, az orosz üzleti szféra képes kielégíteni Kína növekvő energiaigényét, akár szerződés alapján, akár azon kívül. Xi Jinping kínai elnök pedig rámutatott, hogy szeretne együttműködni orosz kollégájával, hogy terveket készítsenek a kétoldalú kapcsolatokról és a gyakorlati együttműködésről, hogy elősegítsék mindkét ország fejlődését. A két politikus a Szibéria ereje 2 gázvezeték paramétereiről is tárgyalt. A tervezett vezeték évente 50 milliárd köbméter földgázt szállítana Oroszországból Mongólián keresztül Kínába. Az orosz Gazprom már szállít gázt Kínának a Szibéria ereje vezetéken keresztül a 2019 végén kötött 30 éves, 400 milliárd dolláros megállapodás keretében, de Oroszország Kínába irányuló gázexportja még mindig csak töredéke a 2018-19-ben Európába szállított 177 milliárd köbméteres rekordnak. Az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta az Európába irányuló mennyiség csökkent, és 2022-ben csak 62 milliárd köbméter volt. Kína tehát nem csak azért jó diplomáciai partnere Oroszországnak, mert mindkettőjük célja, hogy szembeszálljon a globális ügyeket irányítani akaró Egyesült Államokkal. Kína az orosz olaj és gáz legnagyobb felvásárlója, és ezzel dollárt milliárdokkal segíti Oroszországot. Ez jól jön az orosz elnöknek, de kellemetlen helyzetbe is hozza, hiszen egyértelmű, hogy Moszkva így ki van szolgáltatva Pekingnek. A kapcsolat mindkét fél számára előnyökkel jár viszont, hiszen Oroszországot a nyugati szankciók sújtják, Washington pedig a közelmúltban korlátozta biztonsági okokból Kínának az amerikai technológiákhoz való hozzáférését. Emiatt a kínai elnök még azzal is megvádolta az Egyesült Államokat, hogy korlátozni akarja Kína gazdasági fejlődését. A két ország tehát jó partnere egymásnak, de nem mindenben értenek egyet. Ilyen téma az ukrajnai háború. Peking kategorikusan elutasította például, hogy katonai segítséget nyújtson Oroszországnak. Ukrán T-64-es harckocsik tartanak Bahmut irányába, a Donyecki régió városának ostroma már hetek óta tart. Moszkva közlése szerint az orosz csapatok Bahmut területének 70%-át ellenőrzésük alá vonták. Kijev szerint is súlyos a helyzet, különösen, hogy fogytán vannak lőszerből. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte a lőszerhiány pótlására megszavazott újabb Európai Uniós csomagot. Elmondta, az európai partnerekkel való közös terve a tüzérség lőszerellátásának felgyorsítása, szól, amelynek értéke 2 milliárd euró. Az ukrán lőszerhiányra Washington is reagált. Az Egyesült Államok egy újabb 350 millió dolláros védelmi csomagot szán Kijevnek, amely nagy mennyiségű és különböző típusú lőszereket, rakétákat tartalmaz. Milos Vucevic Várhelyi Olivér uniós bővítési biztossal egyeztetett Brüsszelben. A szerb védelmi miniszter szerint a találkozó a brüsszeli találkozóinak a csúcspontja volt. A tárcavezető közölte, a Schuman fórumon lehetősége volt hallani a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos álláspontokat, és szó volt az ukrajnai háborúról is. Hozzátette, Szerbia feladata mindezt túlélni, mivel a nagyok háborújában általában a kicsik szenvednek, és ezt történelmileg is sokszor tapasztaltuk. Milos Vucevic arról is beszélt, hogy Belgrád helyzete bonyolult. Emlékeztetett, hogy Szerbia uniós tagjelölt ország, stratégiai cél a csatlakozás, de katonailag semleges ország vagyunk. Hozzátette, nyitott kérdéseink, problémáink is vannak Koszovó kérdése körül, ahol nem ugyanaz a vélekedés, mint Ukrajna esetében. Szerinte ott ragaszkodnak a határok sérthetetlenségéhez, egy nemzetközileg elismert állam szuverenitásához, amivel Szerbiának semmi gondja, éppen ellenkezőleg. Ezzel szemben Szerbia esetében nem fogadják és nem ismerik el ezt az álláspontot, vélekedett Vucevic.
3,3 millió dinár értékben támogatta Kishegyes község energiahatékonysági programján keresztül elektromos áram előállítására alkalmas napkollektorok vásárlását. A 8 sikeres pályázóval ma írták alá a támogatási szerződéseket az illetékesek a Kishegyesi önkormányzatban. Családi házának áramellátását szeretné biztosítani napkollektorokkal a kishegyesi pap Attila. Mint mondja, olcsóbb és környezetbarátabb a napkollektor, melynek beszerelésére sikeresen pályázott az önkormányzat energiahatékonysági programján. 50%-os önrész mellett 420 ezer dinár támogatást nyert. Nekünk 75 négyzetméteres ugye maga a családi házunk, van egy saját kis vállalkozásunk, egy családi vállalkozásunk, ugye amit eddig máshol üzemeltettünk, viszont ugye most ezzel, hogy így kaptunk ugye úgymond olcsó energiát, akkor ezért át fogjuk ugye telepíteni ide mi hozzánk, és akkor ugye itt fogjuk üzemeltetni. Ez az első, második pedig ugye, hát a mosás, főzés, takarítás, ugye itt ezekkel ugye elég sokat meg tudunk spórolni. Az elektromos energia előállítására alkalmas napkollektorokra 80 adták át kérelmüket, mind a 80 sikeresen. A kivitelezőknek 60 nap áll rendelkezésére a megvalósításhoz. 3,3 millió dinárt választottunk ki erre a célra, és azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet, hogy mindenki, aki eddig pályázott és eleget tett a pályázati feltételeknek, az támogatásra került. Az a célunk, hogy a 2022-es pályázati kiírások lezárása után, amint lehetőség lesz rá, és a minisztérium ezt az intézkedést folytatja, akkor mi is pályázzunk és pályáztassunk. A Kishegyesi önkormányzat 2022-ben 6 millió dinárral támogatta az energiahatékonysági programot, ehhez társultak a szintén 6 millió dináros köztársasági eszközök, melyből többek között nyilászáró cserére, fűtésrendszerek beszerzésére vagy korszerűsítésére kaptak támogatást a községbeli lakosok. Folyamatban van a közvilágítás teljes körű visszaállítása Szabadkán, hamarosan a városházát is ismét kivilágítják. A jövő hónaptól ismét teljes lesz a közvilágítás a városban, közölte a Kommunális Ügyi Energetikai és Közlekedési Titkárság, hozzátéve, hogy mintegy 1000 megawatt áramot sikerült megtakarítani a szeptemberben életbe lépett áramtakarékossági intézkedéseknek köszönhetően. Április 1-jéig befejeződnek a közvilágítás bekapcsolásának munkálatai, addig újra felkapcsolják az összes díszkivilágítást, és a városháza is fénybe borul. A megtakarítási intézkedések miatt szeptember óta valamivel több mint 1500 lámpát kapcsoltak le. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Adományból babaágyakkal és sterilizátorral bővült a Zentai Közkórház gyermekosztálya. Fennállásának 115. évfordulóját ünnepli a Szabadkai Majsai úti általános iskola. Babaágyakkal és sterilizátorral bővült a Zentai Közkórház gyermekosztálya, a helyi Tiszavirág Kajak Klub, a Vörös Kereszt és az Apolló gyógyszertár jóvoltából. Az adomány egy részét a decemberben másodszor megrendezett jótékonysági Mikulás futás bevételéből finanszírozták. A Tiszavirág Kaja Klub több jótékonysági akciót is szervez, melyekkel igyekeznek a zentai közösséget támogatni. December folyamán megrendezésre került második alkalommal jótékonysági futásunk a Kaja Klub és a Vörös Kereszt szervezésében, és a befolyt összegből babaágyakat tudtunk beszerezni a kórháznak gyerekosztály számára, így ezzel segítve magát a kórházat és a kis közösségünket, mert fontosnak tartjuk azt, hogy ha már itt élünk, akkor legalább adjunk vissza valamit. Amikor nem ezt célra keresnek meg minket, akkor természetesen szívesen segítünk, ahol tudunk. Emelte ki Gyukics Teodóra, a Zentai Vörös Kereszt titkára. Ez már most második éve, és úgy érezzük, hogy ez tovább is az idén is meg fogjuk szervezni. A pontos összeg 95.860 dinár, ugyanis a számlára is jött befizetés, és ezt átutaltuk. A helyi gyógyszertár sterilizáló berendezéssel és az ahhoz használatos flakonokkal járult hozzá a jótékonysági akcióhoz. Lehetőségeinkhez képest minden évben a Zentai Közkórházat támogatjuk, COVID idején inhalátorokkal,
hőmérőkkel, a tavalyi év folyamán játékokkal, most pedig a Tiszavirág Kajakklub kezdeményezéséhez álltunk. A Futni Öröm, Adni Boldogság elnevezésű decemberi jótékonysági Mikulás futás kedvezményezettje immáron második alkalommal a Zentai Közkórház. A Zentai Kórháznak minden támogatás nagy segítséget jelent. Nagyon boldogok voltunk, amikor felkerestek bennünket decemberben a Kajakos Klub és a Vörös Keresztnek a képviselői, hogy újra megszervezik a jótékonysági futást. Ebből a befolyt összegből, a közel 96 ezer dinárból a kettő baba ágyat, újszülött ágyat tudtunk megvásárolni. A Tiszavirág Kajakklub, ahogyan az előző években, úgy idén is megszervezi majd a tradicionális jótékonysági futást. Fennállásának 115. évfordulóját ünnepli a Szabadkai Majsai úti általános iskola. Az intézményben a jelentős jubileumra ünnepi műsorral készültek, amelyben az iskola diákjai szerepeltek. Bognár Beáta igazgató elmondta, a következő tanévben terveik szerint ismét két magyar osztályt indítanának. Az érdeklődő szülők és diákok részére a jövő héten nyílt napokat szerveznek. Szabadka egyik legnagyobb iskolájának 80 dolgozója van, és jelenleg összesen 560 gyerek tanul itt 29 tagozatban. Első épületét 115 évvel ezelőtt építették, majd ahogy nőttek az igények, felépült még két épülete is. Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont, ez az évek óta tartó tehetséggondozásnak köszönhető. A tanulóink kiváló eredményeket érnek el a versenyeken, szinte minden tantárgyból, erre nagyon büszke vagyok. Valamint nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az iskolánk biztonságos legyen, korszerű, modern legyen. Ennek érdekében folyamatosan pályázunk, és az elmúlt években állandóan újítottuk, építettük, szépítettük az iskolánkat. Gondolok itt a nyílászárók cseréjére, a homlokzat szigetelésére, új gázkazánnal fűtünk. A Petőfi Irodalmi Karaván Vajdaságba is megérkezett Újvidék után, tegnap este Óbecsén vendégeskedett. A Petőfi Kulturális Ügynökség által szervezett népszerű sorozat Magyarország határain túl kiemelten a Kárpát-medencében utaztatja az irodalmat immár 5. alkalommal. Sárból özvegyi fiánkért Kárpátok húz a magasba, rettenetes síkság nyílik, láncsa ütött sebek ormán. Saját versét olvasta fel Virt Imre költő tegnap este az Óbecsei Népkönyvtárban. Ő volt az egyik vendége annak az irodalmi szalonestnek, amelyen Kemény István József Attila díjas költő író, Száraz Miklós György József Attila díjas és Térej Ösztön díjas író, valamint Barabás Lőrinc jazz trombitás zeneszerző is részt vett. Virt Imre délelőtt az óbecsei gimnazistáknak tartott rendhagyó irodalomórát. Egyrészt ismerni kell azt a nyelvet, amit beszélnek, másrészt azt a technikai civilizációt, amiben élnek, amit használnak, és akár a 19. század, akár korábbi irodalmat, vagy 20. századi irodalmat megpróbálni beleilleszteni ezek közé a keretek közé, ami megszólítja őket, illetve felhívni arra a figyelmet, hogy hogyan mozdíthatja ki az ő pozíciójukat, gondolkodásukat egy korábbi, régebbi szöveg, vagy egy irodalmi szöveg, abból, amiről azt gondolják, hogy az a végtelenségig így van, és csak az a világ, amiben élnek. A népszerű sorozatot a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezte meg immár 5. alkalommal, és az irodalmi különítmény első alkalommal látogatott el Vajdaságba is. Az események szervezője és házigazdája Juhász Anna irodalmár. Azt gondolom, hogy mindig kell egy klasszikus szerző, akit az ember valahogy a viszonyítását bemutatja. Ilyen volt ugye 2021-ben Pilinszky János, ilyen volt 2022-ben Nemes Nagy Ágnes, és ilyen 2023-ban Petőfi Sándor. Mindig találok több évfordulós szerzőt, akit érdemes kiemelni, vagy akit akár így egy éven keresztül tudunk közel vinni a közönséghez, de ez önmagában kevés lenne. Mindig az a célunk, hogy egy kortárs érzéssel, a mi kortárs világunkkal összekapcsoljuk. Tehát megnézzük azt, hogy például ez a 26 évet élt fiú mit üzen nekünk ide. A Petőfi Irodalmi Karaván ma Zentán, holnap pedig Szabadkán folytatódik. Adai, szabadkai és gunarasi fiatalok képviselik Vajdaságot az 5 határon át Kárpát-medencei vetélkedő döntőjében. A vetélgetőt tegnap tartották Zentán.
A külhoni értéktárak feltérképezésére irányuló megmérettetés házigazdája a Zentai Gimnázium volt, ahol 10 általános iskolai csapat mérkőzött meg egymással. Az összes feladatot nagyon élveztem, a kedvencünk az a fesztivál szervezés volt. A megmérettetés első részében elméleti kvíz volt, majd a gyakorlat kapott szerepet. Nagyon örültünk az online feladatoknak, mert olyan terepmunkákat tapasztaltunk és olyan kreativitást a gyerekekben, ami azért be kell vallanunk a mai világban, azért sajnos nagyon ritka. A szervezők az általános iskola felső tagozatát célozták meg ezzel a vetélkedővel. Vajdaságban milyen 28-29 csapat regisztrált, és körülbelül 18-19 csapat jutott el egészen a harmadik forduló végéig, és az első 10 csapatot tudtuk meghívni a regionális vetélkedőre. A Kárpát-medencei döntőt Pécsett tartják március 31-től április 2-ig. Törökfaluban tartotta meg ősbemutatóját a Móra István Művelődési Egyesület, valamint a Kevi szülők közössége, akik bábelőadás formájában a Kiskondás című darabot vitték színre. A bábokkal való mesedramatizálás, verselés, éneklés kiemelkedően fejleszti a gyermekek gondolkodását, fantáziáját, mindemellett a beszédkészségét is. Ezt felismerve kis csapattá kovácsolódtak a Kevi szülők, hogy példát mutassanak gyermekeiknek, így vitték színpadra mostani előadásukat. Ez egy jó program a közösségnek, gyerekeknek mi nagyon szeretünk bábazni, ők nagyon figyelik, jó érzés, nagyon jó érzéssel tölt el. Az időn kiadja, a szabadidőben még bírjuk csinálni próbákat is, hát elég viccesek néha a próbák, de élvezzük nagyon gyerekek kedvéért, meg mindent tett. Természetesen a szülő megtesz. A Móra István Művelődési Egyesület akkreditált tehetségpontként kiemelkedő figyelmet fordít mindazon folyamatokra, programokra, amelyek a gyermekek fejlődését szolgálják. Ilyen a mostani Kopasz Ildikó rendezésében megvalósult mesedarab. A Móra István Művelődési Egyesület és a szülők közösség egy közös projektumban vesz részt, már 2 éve. Egy népmesét dolgoztunk fel bábelőadással, és ez nagyon fontos, mert úgy gondolom, hogy most nem a gyerekek báboznak, hanem a szülők báboznak a gyerekeknek, és ez abban segíti a gyerekeket is, hogy jobban megismerjék a népmesét, a népi kultúrát. A tervek szerint a bábelőadás a következő időszakban több vajdasági településen kerül bemutatásra, többek között Zentára és Péterrévére is ellátogat a szülői csapat. Hétfőn adta ki az éghajlatváltozási kormányközi testület legutóbbi jelentésének összefoglalóját, amelyben a tudósok rámutatnak, hogy nincs sok időnk az éghajlatváltozás elleni küzdelem megnyerésére, ezért a kibocsátások mielőbbi csökkentésére lenne szükség. António Guterres, az ENSZ főtitkára a jelentés bemutatásának alkalmából elmondott beszédében az emberiség túlélési útmutatójának nevezte azt. Az elmúlt fél évszázadban a hőmérséklet emelkedés mértéke magasabb, mint 2000 éve bármikor. A szén-dioxid koncentráció legalább 2 millió éve nem volt ilyen magas. Az éghajlati időzített bomba ketyeg, mondta Guterres. A főtitkár beszédében elsősorban a fejlett országokat sürgette, hogy kötelezzék el magukat a nettó nulla kibocsátás elérése mellett a korábbi 2050-60 körüli időpontok helyett már 2040-re. A szakemberek szerint a 2030-as évek közepére a felére kell csökkenteni a kibocsátást, hogy a világnak esélye maradjon az iparosodás előtti szinthez képest, másfél Celsius fokos felmelegedésen belül maradni. Szakítanának az olimpiai játékok felvezetésének eddigi hagyományaival a 2024-es párizsi játékok szervezői, adta hírül saját forrásaira hivatkozva a Reuters. Az elmúlt olimpiákkal ellentétben jövőre nem minden olimpiai fáklyavivő tarthatná meg a fáklyáját, mivel a párizsi játékok szervezői kevesebb fáklyát gyártanának fenntarthatósági okokra hivatkozva, tudta meg a brit hírügynökség. Azt még nem tudni, hogy összesen hány fáklyát terveznek legyártani a párizsi játékokra, de azt már előre tudni lehet, hogy több ezren fogják vinni az olimpiai lángot a Párizsba vezető úton. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Összehangolják a nemzeti tanácsi és a kulturális törvényt, ezt a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel való találkozóját követően jelentette be dr. Pásztor Bálint. 6 milliárd dinárból fejleszthetnek az önkormányzatok Vajdaságban.
Zomborban emlékezik meg a NATO bombázások kezdetének 24. évfordulójáról Alekszandár Vucic köztársasági elnök. Hamarosan ismét teljes fényében tündököl Szabadka, visszakapcsolják a díszkivilágítást. Köszönjük, hogy velünk tartottak, még több hír várja Önöket a pannonrtv.com-on. Minden jót, szép estét, a viszontlátásra!